Köszöntjük kedves nézőinket, Lechtén Henrietta vagyok, Önök a Hernádvölgyi panorámát látják. Mint mindig, most is a Hernádvölgyében kalandozunk, ahol tejlekvárokat kóstolunk, és egy templom építésébe is bepillantunk. A mindennapos viselkedési formák helyes elsajátításáról tartott előadást Görög Ibolya. Tejlekvárt és ízletes sajtokat kóstolunk a Bauisztántón. Az épülő görög-katolikus templom részleteit ismerjük meg Ongán. Szabadtéri kondiparkot adtak át a szikszói uszoda udvarán. Trianonra és az aradi vértanúkra emlékeztek a szikszói református templomban. A szikszói úszoda udvarán átadtak egy szabadtéri kondiparkot, ami azért is érdekes, mert így nem csak a sportolók, hanem a magánemberek is ki tudják próbálni önmagukat a szabadtéri edzések tekintetében. A Szikszói Városi Szabadidőközpont és Könyvtár szabadidős lehetőségei között található komplex uszoda és szauna szolgáltatás, úszásoktatás, gyógymasszőr és gyógypedikűr szolgáltatás, műfüves focipálya és beltéri asztali teniszezés is. A mindig megújuló és bővülő komplexum ezúttal egy szabadtéri kondiparkkal bővült, amelynek köszönhetően a magánemberek és a sportolók is erősíthetnek ezután a szabad levegőn. A szikszói úszodáról, illetve az úszoda udvarról mindig tudjuk, hogy folyamatosan fejlődik és programokat szerveztek. A mostani esemény szintén egy programhoz köthető, illetve az egészség megőrzéshez, hiszen egy szabadtéri kondiparkot adtatok át. Hogyan jött egyáltalán a lehetőség, vagy az ötlet, hogy ide egy ilyet telepítsetek? Így van, intézményünk dolgozói, a kollektívánk minden év végén, év elején összedugjuk a fejünket közösen, hogy milyen új szolgáltatások, milyen új ötletek születhetnek meg itt az uszodába, vagy a borokházába, vagy egyáltalán városi rendezvény szinten. Úgy próbáltuk az uszoda udvarát kialakítani, hogy legyen benne a nyári időszakra is, téli időszakra is, tehát mindenféle évszaknak megfelelően. A nyári időszak ugye az a plázs, a nyári plázs, amikor egy ilyen tengerparti, homokos tengerparti plázst alakítottunk ki. Az idén egy új ötlettel álltunk elő, a kollégákkal szüreteltünk nádat, és nádból készítettünk napernyőket, és akkor így még kellemesebbé tudtuk tenni az uszoda udvarát. Egy igazi tengerparti feelinget próbáltunk ezzel tulajdonképpen az uszoda udvarára teremteni. Emellett a nyári időszakban ugye táboroztatunk, és a táborhoz hozzá kapcsolódik a kinti medence, az óriás méretű trambulin, a pingpongasztalok, a biliárd, és legfőképpen a gyerekek nagy kedvence a csocsóasztal. Tehát így a nyári időszakra ezt próbáltuk az elmúlt években, aztán újabb ötletek jöttek, szalonasütőt építettünk ki, tehát hogyha valaki ide eljön az uszodába nyáron, és kedvet érez, akkor akár bográcsolhat is, vagy süthet szalonát. Felszereltük az intézményt sátrakkal, illetve sörpadokkal, tehát akár 200 embert is le tudunk ültetni itt a nyári időszakban, és el tudnak itt tölteni egy kellemes délutánt. 2015-ben talán a legelső volt, most nagyon visszaugrottam, a műfüves pálya létesítése, ami azóta is töretlen nagy sikerrel bír, hiszen nagyon nagy kihasználtságnak örvend. Most ősszel tervezi az önkormányzat, egészen pontosan már aláírt szerződésünk van azzal kapcsolatban, hogy fel lesz újítva ez a műfüves pálya, hiszen a nagy igénybevételnek köszönhetően most már ráfér a felújítás. És most pedig ebben az évben jött az ötlet, hogy mivel tudnánk még az uszoda udvart bővíteni, a sport lehetőséget, mi lenne, hogyha egy kis kondiparkot is tudnánk kialakítani, és természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítségünkre volt, és egy 4 millió forint értékben egy 50 négyzetméteres külső kondiparkot tudtunk itt létesíteni az uszoda udvarán, amit szintén nagy örömmel fogadtak az ide látogató vendégek. Tehát az uszodai szolgáltatások mellett, amik vannak, nagy hangsúlyt fektetünk az uszoda udvarán eltöltött kellemes idő eltöltésére tulajdonképpen. Tehát a plástól, a műfüves pályától, most már a kinti kondiparttól, a szalonasütési lehetőség mellett nyárra szintén nagy sláger volt a strandröplabda pálya, amikor is nagyon jó idő van, kint lehet zuhanyozni, napozni, és akkor közben fiatalok szeretik elsősorban, strandröplabdázhattak.
2015-ben vettük át az uszodának az üzemeltetését, akkor egy kis 6 fős szaunánk volt. Gondolkodtunk kollektív, hogy picit hogyan tudunk szint belevinni szolgáltatásokba, meg egyáltalán az egész uszodába. Hát akkor jött az ötlet, hogy akkor hát első körbe cseréljük ki ezt a kis szaunát, és akkor próbáljuk meg egy 25 fős új finn szaunával, amit természetesen itt Szikszón a szaunagyárban készítettek el nekünk, és nagy örömömre szolgál. Nagyon sokan szkeptikusan fogadták az ötletet, de hogy nagyon jól működik azóta is, közel 4-5 éve ez a nagy szauna. Nem csak a szervezett szaunaszeánszokra, ami egyébként vannak szervezett szaunaszeánszaink minden héten szerdán, a 3S, Sauna Szikszó Szerda című elnevezéssel. Rögtönzett szaunaszeánszok vannak különböző felöntésekkel, profi szaunamesterrel, illetve havonta egyszer vannak éjszakai fürdőzések, ami azt jelenti, hogy este 8-tól éjfélig vagyunk nyitva, kellemes fényekkel, welcome drinkkel, szaunaprogramokkal, testkezelésekkel, hangulatfénnyel és kellemes zenével várjuk az ide látogató kedves vendégeinket. Nyilván az úszásoktatás az megvan, tehát egyéni úszásoktatás, csoportos úszásoktatás, illetve a gyógyúszás is működik nálunk, de emellett gondoltuk, hogy egy picit a rekreáció, egy picit a wellness irányába toljuk el a lehetőségeket. A szauna után ugye van a másik szaunánk, ami az infraszauna, ami ugye nem annyira meleg, tehát nem 90 fokos, ezt inkább a hölgy vendégek szeretik jobban. És akkor gondolkodtunk, hogy mit lehet még tenni, akkor egy jacuzzit vásároltunk, kicseréltük, ami szintén éjszakai fürdőzés keretében nagyon népszerű, nagyon szeretik, azt előjegyzés alapján lehet lefoglalni, és akkor mindig tiszta vízzel töltjük fel. Az elmúlt év egyik meglepetése, az pedig a gőzkabin kiépítése volt, amivel tulajdonképpen egy 8 fő befogadására alkalmas, gyönyörű szép kék, fényes mozaik csempéből kirakott gőzkabinról beszélek. Ezzel tulajdonképpen teljessé vált a wellness rekreáció részlegünk. Hát nyilván vannak még odabentre is ötletek, meg hát természetesen még itt az udvarra is vannak ötletek, csak itt az udvaron már egy picit óvatosan kell ötletelni, hiszen a városban ez az egy olyan helyszín, szabadtéri helyszín, ahol ilyen 1000 fős rendezvényeket lehet megvalósítani, és ugye itt szokott lenni a május elseje, amikor 20-30 fős csapatok, civil szervezetek összejönnek, és egy kellemes napot eltöltenek, főznek, bográcsolnak, beszélgetnek, mindig van egy kis kulturális program, sokrétű tulajdonképpen az uszodánk, mint a benti szolgáltatásait nézve, mint pedig a külső. A mindennapos viselkedési formákról tartott előadást Görögi Bolya a Szent Andrási Esték keretében Encsen, ahol arról beszélgettünk, milyen szabályok vannak a hétköznapi viselkedési formákban. Hogy tudod, Ibolya, a primadonna mindig késik. Judit Andrága, a profi, meg ott van időben. A Szent Andrási Esték legújabb előadásában a biztonsági előírások betarthatósága érdekében Hernád Szent András helyett ezúttal Encsen rendezték meg, ahol Magyarország első számú protokoll szakemberének humorral fűszerezett, könnyed hangvételű gondolatait hallgathatták meg a vendégek. Görögi Bolya, akinek a vérében van az illem, az etikett és a protokoll, pontosan tudja, mit, mikor, hogyan kell tenni. Előadásában ezúttal a mindennapi viselkedési szabályokat vette górcső alá, ahol olyan új jelenségek illemtanával is foglalkozott, mint az online protokoll és a home office. Csak a munkámat végzem, csak szerencsére nagyon sok ember megérti azt, hogy én nem tanítani megyek, meg rászólni, hanem segíteni megyek. És szerencsére azért szeretik az emberek az előadásaimat, mert olyasmiket hallanak, amiket ők tudnak. Csak ráerősítek, hogy jé, tényleg, aki belép, köszön, jé, tényleg. Tehát egyszereseket mondok el, és ez a téma, amit én most hoztam, ez tulajdonképpen egy ilyen általános, mindenkinek szóló, tehát nem üzleti, nem közszereplő, hanem egy általános téma, amiben átveszünk egy
egy-két apróságot. Ez például a köszönés, a kézfogás, a bemutatkozás, a vendéget, hogy kísérjem előtte, mögötte, ajtónál kimenjen belsőnek. Tehát ilyen alap dolgokat hoztam, és őszintén megmondom, hogy én számítok arra, hogy érdeklődés lesz az online protokollját is. Egyre több ugye az otthon dolgozó, a home office-os munkatárs, egyre többen otthonról végzik, ugye akár videókapcsolatban is az üzleti életüket. Tehát akármennyire is hétköznapi a téma, erről egy pár szót azért szeretnék beszélni. Meg ugye a mobiltelefon használata, ugye az se érdektelen. Tehát az egész másfél óra hossza lesz, úgyhogy én igyekszem minél többet belezsúfolni. Említetted, hogy hétköznapi témák, és ha már a home office-ról beszélgetünk, akkor ott mi a protokoll jelen pillanatban, akár home office internetvilága, vagy éppen a telefonálás tekintetében? Egyrészt az, hogy a mindennapi témák mennyire kellenek és mennyire nem. Gyakran kérdezik meg, hogy az a magyarok hogy viselkednek. És mindig azt mondom, hogy teljesen normálisan. Csak az ember úgy van megcsinálva, hogyha 9 jól csinálja és egy rosszul, akkor rosszról általánosítunk, hogy ezek ilyenek, pedig nem igaz. Az emberek tudnak viselkedni. Az más, hogy a hangsúlyok eltolódtak, hiszen most minden a menjünk, a time, az idő, a pénz. Kevesebb hangsúlyt kap a helyes viselkedés, de az biztos, hogyha valaki egy új munkahelyre belép, és nem köszön, onnantól kezdve neki ott nem terem babér. Tehát az emberek ezeket elvárják. A home office-ról meg annyit mondanék el, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor pizsamába, kócosan vakarom a hasamat, leülök, megírom már azt a levelet, mert akkor az olyan is lesz. Ugyanúgy hozzá kell készülni. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor otthon csak úgy el vagyok, hanem igenis reggel ugyanúgy fölöltözni, nem ugyanúgy, de legalább rendesen fölöltözni, összeszedetten, és amikor leülök dolgozni, akkor ne rohanjam be a kis cica, meg a gyerek, meg hátul a mosatlan. Tehát ott az a munkavégzéshez kell hozzá készülni. Pláne, hogyha videó kapcsolat, akkor meg aztán különösen. Elvben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de ne csinálják, hogy embereket tanítsuk megköszönni. Hát én Pesten egy 17-es panelházban lakom, hát nem a rózsadom, vagyok be őszintén kőbányám. Oda költöztem 84-be. Mindenki. Én meg elkezdtem köszöngetni öregnek, fiatalnak, férfinek, nőnek, mindenkinek köszöntem. 89-re volt, aki előre köszönt. Ma meg már beszélgetünk. Nem szabad feladni. Mi az, ami a legjobban szokta érdekelni az embereket egy-egy előadásod során? Érdekes módon az öltözködés, pedig hát az volna a legegyszerűbb megoldás, mert azt kell fölvenni, amit el akarok hitetni magam, már rám néznek és eldöntik. De ez mindenkinek izgalmas, hogy akkor hogy meg egyáltalán. Szóval az emberek úgy érzik, hogy a protokoll szakértő az öltözködéssel foglalkozik, pedig az csak egy nagyon-nagyon kis hányad ennek az egésznek. De persze arról is fogok azért majd beszélni. És az a mobiltelefon, amit sokan érdeklődnek, mert mindenkit zavar. Ugyanis hiába teljesen függőké váltunk, mindenki nyomogat, mint a vakegér, és megy át az autó alá, meg a vonat alá. Pedig amit mindenki tud, hogyha valakivel beszélek, aki ott van, vele van a szemkontaktusom, nála nincs fontosabb, mert ő van jelen. És mindenki mesélődik, hogy miközben beszélek, akkor ő elkezdi nyomogatni, és akkor én arrébb megyek. Mert én voltam a fontos, nem a te telefonod. A tegezésnél meg ugye nagyon sokan tegeződünk. Ennek vannak szabályai. Csak nő van, akkor az idősebb kezdi a fiatalabbnak, ahogy én neked is mondtam, hogy tegeződjünk. De ha férfi és nő is van, akkor az csak a nő kezdheti el. Egy férfi nem ajánlhatja föl, hogy tegeződjünk, mert az a nőnek a feladata. Nagyon sokszor a pozíció határozza meg, azt gondoljuk azt, hogy kitegezhetlek itt, nem pedig a kor, vagy éppen a nem. Még a két világháború között is az volt a szokás, hogy a főnök letegezi a titkárnőt, vagy a telefonközpontos kisasszonyt, hiszen az maximum telefonközpontos kisasszony volt. De ma már, amikor a nők is saját jogon diplomával munkahelyre kerülnek, tehát végzettséggel vannak ott, és nem csak ilyen kis lótifutinak, akkor akkor nem az számít, hogy nőből van, hanem az számít, hogy milyen pozíciót tölt be. És ezért mondom, hogy a nőknek is, hogy ne fogadjuk el, hogyha a főnök azt mondja, hogy hát tegeződjünk, akkor azt kell mondani, hogy hát nagyon megtisztelő, én is már gondoltam, hogy majd felajánlom, akartam még várni vele, tehát kicsit neveljük vissza a főnököt, hogy ezt a nőnek kell felajánlni. És a főnök meg mondja meg a másik kolléganőnek, hogy szólj már neki, hogy kezdje el. Tehát vannak megoldások, de semmiképpen nem az, hogy fogadjuk azt, ha valaki nem jól viselkedik. A tegezésben sokkal hamarabb kijönnek olyan szavak, amiknek nem kellett volna kijönnie,
És ez a lazaság, ez most egy ilyen nagy nemzetközi mozgalom, hogy legyünk lazák, mint a Riga lánc, de a lazaság az nem biztos, hogy oké. Okay. Az lehet, hogy egy kávét megiszunk, leülünk egy presszóba, az rendben van. De már nekem mondjuk egy banktisztviselő nekem le legyen laza, mert ő végzi a pénzügyi dolgaimat. Tehát a lazaság az nem mindig rendező elv. Tehát én ezt nem szeretem, és ha már szóba hoztam ezt, hogy ugye más szavakat mondtunk tegezve, nagyon fájlalom azt, hogy nagyon a csúnya beszél nagyon szárnyra kapott, és nagyon-nagyon sokan beszélnek csúnyán, pedig ezzel a magyar nyelvünk romlik. Tehát az igényt vesznek el, hogy elből, megből, összebb, akkor a szavak, a magyar szavak tűnnek el, tehát vigyázni kéne a nyelvünkre. Ha én munkahelyen adok fel egy kávét, akkor ugye kis tányér, csészefüle, jobbra a kanál és barna háromszem cukor, és nem zacskós. Mert ha a vendég megkapja az zacskós cukorral, és közben beszélünk, négyszer, szemkontaktus, és remegy, hogy ezt föl kell szakítani, hopp, az egész már kiborult, papírját hova tegye, csésze mellé. Fölém ezt a kávétejszint. Nem tudom, ki találta ki, vagyok keresett fel. Na végül fölszakad, ezt meg nem lehet önteni, mert alá megy, csak így kuppantani lehet. Csészét fölemeli, ez a kettő összecsúszik. Miért nem jó ez? Mert a szemkontaktus lement ide, és azt mondja a másik közben, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, fogalma nincs, miről tárgyalnak. Régi vágyunk volt, hogy a Szent Andrási esték keretében Görög Ibolyát vendégül láthassuk. Nekem személyesen nagyon sokat jelent az, amit ő képvisel, és nagyon ki is vagyunk erejéhez, és nagyon ránk is fér talán, amiről ő a mai este is beszélt. A Szent Andrási esték fórumsorozatot 15 éve kezdtük Ernád Szent Andráson. Most láthatólag nem Ernád Szent Andráson vagyunk. A járványhelyzet ezt is egy kicsit felülírta. Amikor lekötöttük az előadás időpontját, akkor nem láttuk, hogy ez lesz. Menet közben viszont látva az érdeklődést, kicsinyek bizonyult a művelődési házunk, ezért a Encsi helyszínt választottuk, és tényleg köszönet a helyi házigazdának, hogy ezt a helyszínt biztosította számunkra. Úgyhogy itt szellősen kellő biztonsági intézkedések betartásával de nagyon élvezetes estén vagyunk túl. Nagyon nehéz néhány mondatban azt összefoglalni, hogy miért is fér ránk az, amit Görög Ibolya talán mint intézmény, talán egyenlő a szakmával, a protokoll szakmával képvisel. Az élet legapróbb területein látjuk, hogy egyszer elmegy mellettünk úgy az élet, és felhígulnak olyan napi rutinok, és elvesztünk olyan alapvető emberi normákat, amire bizony nagyon nagy szükség van. És meg se gondoljuk azt, hogy szavak nélküli világban is mennyi beszéd van. Amikor társas kapcsolatok valami félre siklik, és utána keresik az okokat, ott a kérdője, miért ment félre, miért nem sikerült, miért vagyok sikertelen, miért nem vettek föl, miért nem tudok haladni a munkahelyemen. Ezek mind sokszor apró dolgokon múlnak. Az egymáshoz való állásunkon, azon a gesztuson, ahogy így gyakorlunk, hogy az apró pénzre váltsuk azt, hogy azt kell mutassam, amit szeretnék visszafelé kapni. Egész napi apró pici rutinok beszélnek, és sokszor nem is tudatosan cselekszünk, vagy nem cselekszünk valami, de közvetítünk egy tekintettel, egy mimikával, egy arcrándítással, egy testtartással, testhelyzettel. És bizony erre is felhívta a figyelmet a mai este folyamán Görög Ibolya, és hát annyi féle területen lehetne tényleg, beszélhetünk akár az étkezésről, beszélhetünk a köszönésről, az öltözködésről, mint olyan. És ezt sokan azt gondolják, hogy a protokoll az csak valami hivatalos embereknek a sajátja kell legyen, azokban a körökben kell ezt az előadást meghallgatni, vagy erre figyelni, aki éppen nagy ember, vezetői beosztásban van és hasonló. A legapróbb helyzetekben, a családban, otthon, iskolapadban egészen mindenhol jelentősége van. A napi apró viselkedési minták rettentően fontosak. És a előadásnak is ez a címe, hogy a hétköznapi protokoll, mindennapi viselkedésünk. Nem lehet erről eleget beszélni. És ennek a divatját vissza kell hozni, sok múlik ezen a jövőt illetően, és hát Görög Ibolya pedig a legavatottabb szakember előadásában, én nem tudom, tehát mintha 20 éveseket meghazudtoló frissességgel teszi és adja át, ami azzal a szlenggel, azzal az emészthető formával, azzal a tudásanyaggal, ami az ő fejében van, egy világlátott emberként a világ összes tájának a protokollját ismerve, közvetítve, szintetizálva magában. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet néhány mondatban magába foglalni, hogy ez miért is jó nekünk. Ki vagyunk erre éhezve, és nagyon kell, hogy ezzel jól bánjunk mindannyian családban, munkahelyen, magánéletben, hivatalos életben egyaránt. Videó kapcsolatnál például nagyon fontos a látott információ, mit látnak, mert elsőre azt értékelik. Tehát, hogyha nekem ki van,
akarok egy kávét inni, akkor az előtte ilyen, meg ma ki van térve a kis elefántos bögrécském oda. Hát még nem reggelizett, látom most van, most vissza. Vagy beszállod a kisgyerek, hogy jaj, de helyes, hány éves, de aranyos kis kisfiú, hát jaj, na kislány, aranyos. Miről beszélgetünk? Tehát a hivatalos ügyet az ne szakítsa meg ilyen, vagy kis cica, meg kis kutya, meg egyebek, ami ugye bűbáj, meg cuki, meg minden, de üzleti tárgyalásnál hivatalos ügyfélel beszélek, ott nem jöhet be cukisár. A Bói Szántón egy családi receptnek köszönhetően nem feledték el azt, hogy hogyan kell tejlekvárt készíteni. Ez az argentin édesség rettentően finom, szerintem karamellához hasonlít, de Botond minden részletet elárul nekünk ezzel kapcsolatban, már ami publikus. Reggel, amikor így felkeltem, és így emlékeztem arra, hogy mit álmodtam, és így a számba volt az íze, hogy a grillezett tejlekvár az milyen lehet. Anyu azt mondta, hogy a háj édes, egy sóssal keverni, ám nem jó, de megkóstolták ki az ismerősök, és mondták, hogy ez méletlen. Abaúj szívében vagyunk, Abaúj Szántón, ahol lekvárokkal, tejlekvárral és sajtkészítéssel is foglalkozol. Ebből számomra a tejlekvár ez egy ilyen teljesen idegen fogalom volt, de erről még biztos, hogy fogunk beszélni. Nagyon fiatal vagy. Hogyan jött az életedbe egyáltalán ez a szenvedély, hogy te itt befőzöges különböző lekvárokat, sajtokat készíts, tejlekvárt pláne? Tejlekvárt azt örököltük, mármint a receptet. Amúgy meg mindig is szerettem így kísérletezgetni. Csináltam én már megybort, diólikört, barackbort, mindenféle lekvárt kipróbáltam, régebben gyűjtöttem gyógynövényeket, abból csináltunk tejákat, és egyébként én a Szántói Bárcai János mezőgazdasági iskolába végeztem. A Tekinek van egy süveges tanya nevezetű tanüzeme, ahol vannak tehenek is, ahonnan én mindig vettem tejet. Amikor tanultuk, hogy hogy kell vajat csinálni, akkor megcsináltam a vajat, kiöntöttem a lábosba, vártam két napot, leszedtem róla a tejföld, utána kiköpültem, és így összegyúrtam a vajat, és anyu éppen a barátok köztet néztem, amikor oda raktam hozzá, hogy nézd, vaj! És sikerült vajat csinálni, és nem tudom, így mindig érdekelt ez a nem is maga a mezőgazdasági vonal, hanem a termék készítése, hogy bejön a barack, ledaráljuk, lemagozzuk, stb. Összegyúrjuk, és utána lesz belőle lekvár, aztán meg a végtermék ugye szépen becsomagolva, díszes üvegbe kikerül az asztalra. Vásárolod a tejet akkor ezek szerint a mai napig, vagy azóta már elkezdtél a másik oldallal is foglalkozni az állatokkal? Elkezdtem a másik oldallal is foglalkozni, egyelőre egy tehénnel dolgozok, viszont tervben van egy tejüzem, mert ugye van egy másik ingatlan, ahova át szeretném helyezni, tervek szerint jövőre teljes mértékben az egész termelést, illetve magát a sajtkészítést, és ott szeretnék egy EU-s tejüzemet felépíteni, fekete-fehér öltözővel, irodahelyiséggel, raktárakkal, stb. A sajtkészítéssel kapcsolatban ugye említetted, hogy készítettél már vajat. Mikor készült az első sajtod, és mikor készült az első olyan sajtod, ami már vállalkozásban volt, és azt mondtad, hogy igen, ezt már el lehet adni. Az első sajtom az 2016-ban készült. Az még nem azt mondom, hogy vállalhatatlan, de elég furán nézett ki. És olyan, nem tudom, kellett egy 3 év, hogy tényleg kitapasztaljam, mert 2017. szeptemberében végeztem el a sajtkészítőképzést, 18. szeptemberében kezdtem el folyamatosan úgy dolgozni, hogy akár rendelésekre, akár árusítással is foglalkoztam. Igyekszem fejlődni, üzleti terv szerint haladok azóta, azt is fejlesztgetem költségvetés szempontjából, eszköz és technológia fejlesztés szempontjából. Idén már elértem azt, hát mondom azt, hogy nyáron, mert ugye a korlátozások eléggé bekorlátoztak engem is, mert nem tudtam azokat a fejlesztéseket megcsinálni, ami tervbe volt, de nyáron elértem egy éttermet, itt Szántón, a Forró Kutyát, nekik szállítok grill sajtot főként, utána
kérdeztem, hogy félkemény sajtra van-e szükségetek, aztán azt is elkezdtem nekik szállítani, és még tejlekvárra is vevők lettek, az egyik éveségükre tesznek tejlekvárt. Említetted a grill sajtot, a félkemény sajtot és a tejlekvárt. Mi az, amit még készítesz a tejből egyébként? Milyen típusú sajtokat kedvelsz? Grillt, ugye azt visszatérjük teremnek. Ezen kívül a másik nagy rész az a gomolya. Uh-huh. Abból vagy 15 féle. Az közkedvelt, nem? Igen. Metélőhagymás, lilahagymás, kaprol, bazsalikomos, oregano, stb. Igen. Akkor megmaradt itt a gyógynövényes vonal is egy picit. De egy picit, igen. Fűszeres gyógynövényes. Szeretnék cheddarral, illetve tervben van, hogy cheddarral és camembert-tel foglalkozzak. Más maga a munkafolyamat. Máshogy készül. Mind a kettő. Ugye érlelni kell, van kettő hűtőm, de ugye a camembert az fehér penészes sajt, és ha egyszer az elszabadul a hűtőből, azt az életben nem szedem ki. Úgyhogy... Arra külön akarsz valami igen. Jó. Annak is más a gyártás technológiája, teljesen más, mint a cheddarnak. Ezen kívül még füstölt sajttal is szeretnék foglalkozni. Ott meg a füstölést kell megtanulni. Így van. Ami egy külön technológia és egy külön rész, hogy hogyan kell akár folyékony füstöt, akár pedig autentikus tényleg füstölővel füstölt sajtot készíteni. Melyiket szeretnéd? Folyékony füstöt már használtam, de az nem teljesen olyan, mintha autentikusan füstölnéd, úgyhogy szeretnék egy rendes, szépen felépített füstölőt létrehozni, és olvastam már erről, és amúgy nagyon durva, hogy miket lehet kihozni a sajtból, akár csak a fa és a hőmérséklet változtatásával, szóval bükk, vagy tölgy, vagy akár, vagy bármi. Akkor ez még egy nagy kísérlet, ami előtt állsz tulajdonképpen. Igen. Milyen lekvárokat készítesz, hiszen azért itt látom, hogy hoztál nekünk négyféle terméket, három? Az három, mert ez a tejlekvár, ugye? Hogy ő? Így van. Fehérre gondoltam. Hát tényleg, tehát hogy el nem tudtam képzelni, hogy milyen színe van, de valójában ez egy olyan, mint tejkaramella? Hasonló az íze, mint a lengyel krofkához hasonlították múltkor ismerősök, akik így először megkóstolták, és akkor ebben a két kiszerelésben van. Aha. Ez a nagy, ez a kicsi. Ezen kívül idén csak barackot és megylekvárt tudtam csinálni, az pedig ilyen üvegekben van. Uh-huh. Van egy kisebb egyesünk, 70 fával, meg mondjuk a barack az eléggé lefagyott az idén. Ó, nagyon nem volt rá jó idő. Igen. De én úgy gondolom, hogy ez 8 évente szerintem benne van, mert valamelyik éven tavaly előtt azt hiszem meg annyi barack volt, hogy nem győztük szedni, szóval. Igen, hol ad, hol elvesz a természet, és alkalmazkodni kell, hogy mit készít az ember. Mi a titkod egyébként? A hagyományos házi lekvárokat készítesz ezekből a gyümölcsökből, vagy teszel hozzá valami apropót, valami fűszert, gyógynövényt? Nem fűszerezem, de anyukám már próbálta a levendulás baraszlekvárt, ami brutál jó, meg a narancsos megylekvár is. Ez véletlen. Mesélj nekünk a tejlekvárról, mert továbbra sem tudom, hogy mi ez. Tehát, hogy mi a titka? Nyilván az óriási nagy családi titkokat ne áruld el, de hogy hogyan készül, hogyan kell elképzeljük ezt a folyamatot, amiből ez a termék elkészül? A tejlekvár titka, meg végül is az összes terméken titka a szeretet. És néha ugye hallgatok sajtozás közben zenét is, úgyhogy ez is benne van a tejben, de egyébként örököltük a receptet, és azért lekvár, mert hasonló technológiával készül, mint a ugye maga a rendes gyümölcs lekvár. Eredetileg Argentinából származik, de valójában felesleges elkezdeni keresni a receptet, mert sehol nincs fent. Aha. Meg főleg, hogy még át is dolgoztam azóta, de maradok az eredeti családi örökségnél. Ha üzleti szemmel nézzük, akkor kell egy olyan piaci rés, ami megadja az egyediséget a vállalkozásnak, másrészt meg tényleg az, hogy szeretem csinálni, és végülis nem is a
így visszatérve a készítési módja, nem is az, hogy főzéssel készül, mert oké, megfőzzük, ki tudja még mit kell vele csinálni, hanem még van egy-két technológiai folyamat, ami pluszba hozzáteszi ezt az ízt, meg még fűszerek. Miután eléri ezt az állagot, meg ezt az ízt, ami kerül az üvegbe. Tehát semmilyen fűszert nem árulsz el, hogy mivel készül? Ne, nem muszáj, ha nem akarsz. Egy kis vanília. Vanília az van benne, oké. Okay. Van a tejlekvár, ami egyféle termék, oké, okay, még tudnám pluszba ízesíteni, ami megint csak egy kísérleti stádiumban van, akkor ott vagyok, mint hogy van egy termékem, ami lehet, hogy jó, de nem olyan, hogy megveszed, és akkor jövő héten jössz megint, mert nem biztos, hogy olyan visszatérő vásárlókat fog generálni, mint mondjuk a sajt, ami egy mindennapos dolog. Tejlekvárból legyen kétféle, mondjuk ízesítésbe, viszont sajt az egyrészt mindennapi, másrészt meg ott van a grill, a gomolyán belül ahányféle, amennyit szeretnél, ott van a cheddar, ott van a félkemény, bármi. Sokkal több embert el lehet érni, meg inkább úgy mondom, hogy sokkal több embert el lehet érni sajttal, mert az, hogy tejlekvár, egyrészt nem tudják, hogy mi az, oké, hogy újdonság, de nem tudják, hogy mi az, és nem is mindenki szereti feltétlenül az édeset. Tervezed-e például egyébként a tehén állományt bővíteni, vagy ha szükséged van mondjuk több tejre, akkor inkább megvásárolod? Szeretnék bővíteni. Egyébként tavaly volt kecskénk, egy, Rebekának hívták, de nem nagyon bírtunk vele, úgyhogy azóta inkább csak a tehén marad. De persze szeretnék bővíteni mindenképp. Hosszú évek óta álmodoznak Ongen egy görög katolikus templomról a hívek. Most úgy tűnik ez az álom valóra válik, hiszen hamarosan felépül a templom, mi is ennek jártunk utána. Több éves álom válik valóra Ongán, ha megépül a görög katolikus egyház új temploma, amelyet Szent Lászlóról neveznek majd el. Az építkezés egy része a lakossági összefogásnak és adakozásnak, nagyobb része pedig pályázatoknak köszönhetően valósul meg. A tervek szerint 2021 nyarán már fel is szentelhetik a templomot, amely minden vasárnapi és ünnepi szentmisének, valamint liturgiának helyet ad majd. Mi a férjemmel viszonylag egy kis faluból jöttünk ide Ongára, és itt szerettük volna a hitéletünket megélni, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nemes cél lenne, hogyha Ongán, mivel csak római és református templom van, hogyha ezen a település részen, az úgymond Ongának az új részén egy görögkatolikus templomot jönne létre, és 2013-ban alapítottunk egy ongai görög katolikus templomért alapítványt, ahol azt a célt fogalmaztuk meg, hogy Ongán szeretnénk görög katolikus templomot létrehozni, erősíteni a görög katolikusoknak a hitéletét, a kulturális és hagyományoknak megfelelően szeretnénk a fiataloknak is egy, nem mondom ilyen nagyot, hogy hitéletet biztosítani, de hogy közösség formáló lenni a város életében. És úgy, mikor létrehoztuk ezt az alapítványt, akkor a kuratóriummal egyetértésben téglajegyeket bocsátottunk ki, ahol megkerestük a város lakosságát, hogy értsenek egyet a mi nemes kedvezményezésünkkel. Nagyon sokan vásároltak nemes cél érdekében téglajegyet, és ebből a lakossági összefogásból ugye kerestük meg dr. Atanász görögkatolikus püspökatyát, hogy támogassa a mi kezdeményezésünket. Ebben nagyon sok segítséget nyújtott Szemelszky Mihály parókus atya, aki segítségével végül is az álmunk megvalósulni látszik,
látszott annak idején 2013-tól, és ugye szép lassan elindultunk azon az úton, hogy elértünk idáig. De hát az egy számunkra egy nagyon nemes és göröngyös út is volt, amely megerősítette úgy gondolom a hitünket is abba, nekünk itt az ongai görög katolikusoknál, hogy nem hiába volt a mi fáradozásunk, és 2019. június 30-án Atanász püspök atya letette ennek a templomnak az alapkövét, és elindulhatott már ez az építkezés. És itt tartunk, megtartottuk ugye a Bokréta ünnepünket, amikor ugye az építők és az építtetők közös ünnepe, amikor a templomra felkerül a legmagasabb tetőszerkezettel, a legmagasabb csúcs, és szerettünk volna ugye együtt ünnepelni közösen, hálát adni, hogy eljutottunk idáig, hálát adni ahhoz, hogy ilyen erős közösség áll a hátunk mögött. A kivitelező Révész Kft.-nek is köszönjük az eddigi szép és eredményes munkát, amit a templom építésénél elértek. Ugye köszönöm külön az ongai görögkatolikus híveknek és onga város lakosságának, hogy támogatott minket a céljaink elérésében, és legfőképpen Pap Zoltán atyának, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa az itteni hongai görögkatolikus híveket, és segítse a mi templomépítésünket, mivel ugye ezt a templomot már az Arnóti és Hongai görögkatolikus parókia az építő, és az ő fenntartásában fogjuk majd ezt a templomot birtokba venni. Miért fontos egy egyház közösség számára az, hogy saját épületben, saját templomban élhessék meg a hitüket? Igazából talán az igazi közösségnek az alapja, amikor már haza tud, tehát egy családnál is, amikor attól, tehát amikor már haza tudnak menni, és otthon egymás között le tudnak ülni, beszélgetni. Itt ebben az esetben közösen tudnak imádkozni a saját épületünkben. Én úgy gondolom, hogy ez igazán családiassá, meg igazi közösségé teszi majd, teszi a közösségeket. Itt nálunk Ongán pontosan erről van szó. A Ongán nem túl sok őslakos görögkatolikus van, viszont az utóbbi időben a Cserehátról ide költöznek az emberek nagyon sokan, onnan költöznek a görögkatolikusok nagy részt erre a településre is, és hát egyre többen vagyunk. Jelenleg római katolikus templomban végezzük a szent liturgiáinkat, és nyilván szeretnénk a saját templomunkban, a saját közösségünkben imádkozni. Úgy gondolom, hogy attól leszünk igazán otthon, meg attól leszünk igazán egy család, hogy egy saját templomunk lesz majd. Mikor következhet be a beköltözés, illetve a felszentelése ennek a templomnak? Nagyon régóta álmodozunk róla. Talán 2014-15, amikor az alapítvány létrejött, és amikor elkezdtünk arról álmodozni, hogy egyszer majd saját templomunk lehet. Most viszont már itt a hátamnál látszik is az épülő templom, és egyre nagyobb a reménységünk. Az utóbbi évben most már szemmel látható az a törekvés, annak a törekvésnek a gyümölcse, amit az itteni emberek, az itteni görögkatolikusok éveken keresztül megtettek. És abban reménykedünk, hogy a következő esztendő folyamán, hogyha Jóisten is úgy segít bennünket, Szent Lászlónak az ünnepére, június végére felszentelheti püspökatyánk a templomot, és onnantól kezdve már saját templomba tudjuk majd dicsérni a jó Istent. Ahogy említette, felszentelve fel lesz, de még közel sem lesz kész, hiszen sok minden tervük van. Milyen tervek vannak egyébként a templommal kapcsolatban? Hát csak az építéssel kapcsolatban is nagyon sokféle tervünk van. Ugye a templom, ha készen lesz, itt legalábbis föl lesz épülve és be tudunk költözni, az talán az első lépcső. A berendezés is, már most látom, ahogy elkezdtük összeírogatni a hívekkel, hogy nagyon komoly összefogást igényel, hogy szépen be tudjuk rendezni a templomot, de a templomon kívül kerítés szeretnénk, a kertet szeretnénk elrendezni, a körmenetek számára szeretnénk a templomot körbe térkövezni, és hátul szeretnénk egy ilyen vizes blokkot, napelemeket, hiszen a fűtés is elektromos árammal lesz majd, úgyhogy most ezt a lehetőséget is megragadom, hogy a kedves testvéreket, meg a kedves támogatóinkat felhívjam, hogy igen,
szükségünk lesz majd még utána is adakozó emberekre, akik segítenek nekünk abban, hogy amit elkezdtünk most, és aminek egy állomásához elérkezhetünk a következő évbe, valamikor majd sokára be tudjuk teljesen fejezni. Hiszem azt, hogy egy templom mindenkinek egy lelki megnyugvást ad, és bízom abba, hogy sok generáción keresztül helyt fog adni ez a mi kis Szent László görögkatolikus templomunk mindenkinek, hogy a lelki békéjét, a megnyugvását megtalálja benne. Trianonra és az aradi vértanúkra emlékeztek a Szikszói Társalgókör által szervezett eseményen, amelyet a református templomban tartottak, ahol dr. Rétvári Bence is megjelent. A magyarság, ez a magyar életérzés mindig képes volt a Kárpát-medencén belül valami fajta összetartó erőt létrehozni. Az aradi vértanúk és Trianon emlékére szervezett megemlékezést a Szikszói Társalgókör Szikszóiért és Abauért Egyesület elnöksége. Az esemény egy ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Csomós János, a Szikszói Református Egyházközség tiszteletese hirdetett igét. A rendezvényen a Társalgókör nevében dr. Boholy György köszöntötte az egybegyűlt vendégeket, majd felkérte Szarvas István római katolikus plébánost, Bíres Gábort, a görög katolikus egyházközség parókusát, és nagy tiszteletű Csomós Jánosné tiszteletes asszonyt, hogy áldják meg a megemlékezőket és az eseményen résztvevő vendégeket. Ma olyan világot élünk, olyan helyzet van Magyarországon, de a világban is, amely szerintem szükséges, hogy az embereket arra késztesse, illetve hát végül is arra ösztönözzük, hogy összefogjanak, összetartozást kell közöttük teremteni, és hát végül is erre jó alkalmat biztosított az, hogy a aradi vértanúk napja, illetve hát Trianon napja alkalmából, emléknapja alkalmából már a református egyház, közösség, illetőleg hát a nagy tiszteletű Csomós Jánosné asszony is támogatja ezt a társalgókori kezdeményezést. Megemlékezések kapcsán tisztelegjünk együtt a aradi vértanúk, mártírok, illetve hát Trianon emléke előtt, amely szerintünk, hogyha összefogunk, összetartozunk, akkor annak a tragédiáinak a traumáját ki lehet heverni, és nem csak hogy kiheverni, hanem tovább lépést is jelentett az ország életében. Ezt követően a felkért vendégek beszédeit hallgathatták meg, amelyben dr. Dienes Dénes, egyháztörténeti professzor a trianoni eseményekről, dr. Koncz Zsófia, országgyűlési képviselőjelölt az aradi vértanúk történetéről, és dr. Rétvári Bence, a kereszténydemokrata néppárt elnöke foglalta össze a szomorú és fájdalmas eseményeket. Majd a megemlékezés zárásaként kötetlen beszélgetésre várták a vendégeket. A monoki származású Kossuth Lajos figyelmeztetett épp arra, hogy külső hatalom erőszakos fellépésére a lemondás nem lehet válasz. Nemzetnek lehet elnyomást tűrnie, de jogai valósításának reménye iránt semmi körülmények közt nem szabad kétségbe esnie, és nem szabad arról önként örök időkre lemondani, mondta Kossuth. És bizony 1920-tól napjainkig mi ezt szerint élünk. Ma sem mondhatunk le a függetlenségünkről és az önálló nemzetállamról. És ma is példát mutatunk nagyon sok népnek Európán belül azért, hogy nekünk a szabadság az mindennél fontosabb, azért, hogy a több ezred évre mi itt megmaradással tervezünk. A mi felelősségünk, a közös felelősségünk nagyon fontos a jövő generációját illetően. Minden településen van egy első világháborús emlékoszlop, amire föl van írva, hogy kik azok, akik a fronton haltak meg, az adott város, az adott falu férfiai közül. De az ő földi maradványaik ritkán vannak ott. A legtöbb esetben ez csak egy emlékhely, egy oszlop, egy szobor. Mégpedig azért, mert ahogy arra professzor is utalt, ugye a magyar katonáink a magyar királysági határokon kívül harcoltak. És amikor vége volt a háborúnak, akkor is a határon túl voltak. 600 ezer magyar katonánk volt fegyverben a háború végének pillanatában. Azok a csapatok, akikre professzor is említést tett, azok a cseh és román csapatok 200 ezeren voltak. Nekünk volt 600 ezer felfegyverzett katonánk, és ránk támadt 200 ezer katona. Minden matematikai szabály szerint meg kellett volna tudni védeni 101 néhány évvel ezelőtt az országunkat.
Csak hogy Magyarországnak egy olyan kormánya volt, aki az akkori erejét Magyarországnak leszerelte, és szélnek keresztette, hogy professzor is utalt rá, szélnek keresztette a katonákat. Nem erős országot akart építeni, hanem gyenge országot akart létrehozni. De ha egy történelmi sorsfordító pillanatban nem egy erős, büszke és konfliktust is vállalni merő kormányzata van egy országnak, akkor pontosan a trianoni békediktátumban láthatjuk, hogy 600 000 katonát is le lehet fegyverezni 200 000-re szemben, és annak milyen szörnyű következményei vannak a későbbiekre. Hiszen sokkal jobb pozíciónk lett volna nyilvánvalóan, ha megvédjük a saját határainkat, ha nem a nyugatiak jó indulatára appellálunk, hanem merünk küzdeni az érdekeinkért. Ki más küzdene a magyarok érdekeiért, hanem a magyarok? Ki az, aki odaáll? És most itt nem fegyveres konfliktusokra kell gondolni, mert hála Istennek bízunk benne, hogy a jövőnk nem ilyeneket fog elhozni. Szerencsére semmi ilyesminek az esélye sincs jelen pillanatban. De ez egy politikai filozófia is, hogy merem vállalni a konfliktust, merek küzdeni az országomért, vagy csak mások által feltétezett elvárások szerint leépítem azt, ami a magyarságnak erőt ad. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Herned-völgyi panorámát látták. Remélem tetszett, amit láttak, így legközelebb is velünk tartanak majd. Addig is kövessenek bennünket közösségi felületeinken keresztül, ahol minden adásunk visszanézhető. A viszontlátásra!